A ballagási ünnepség előtt a nyolcadikos diákok körbejárták az iskola épületét, hogy minden osztályba betérve tudjanak elköszönni tanáraiktól és diáktársaiktól. Galló Katalin, a Békés Csabai Szent László utcai általános iskola igazgatónője elmondta, minden végzős diák sikeres felvételén van túl, melyhez az is hozzájárult, hogy az iskola folyamatosan igyekszik minden támogatást megadni a diákoknak a pályaválasztáshoz. Igyekeztünk minden olyan lehetőséget megragadni, amivel tudunk nekik segíteni a pályaválasztásban. Nem csak a nagy megyei szervezésű rendezvényeket látogatjuk rendszeresen, már 7. osztálytól kezdve, hanem minden olyan lehetőséget, üzemlátogatás lehetőségét, például a középiskolák által ajánlott lehetőségeket igyekszünk kihasználni, hogy mégis konkrétabb információjuk legyen a magával, a szakmával vagy az irányjal kapcsolatosan. Az igazgatónő azt is elmondta, hogy a családias hangulatnak köszönhetően a tantestület szoros kapcsolatot ápol volt diákjaikkal. Ilyen kettős dolog, mint ahogy általában a búcsúzás is kettős dolog, de én úgy gondolom, hogy adtunk nekik annyit a tarisznyába, hogy azért lesz miből töltekezni, meg eléggé szoros a kapcsolatunk a volt diákjainkkal, mert bebelátogatnak, erre járnak, beszaladnak, néhány mondat, ki hogy van, mi lett vele, és aztán megbeszéljük, és utána egy kicsit jobban érezzük magunkat, mi azért, mert tudunk róla, hogy mi történik vele, ő meg azért meg elmondhatta azoknak az embereknek, akik neki valamikor nagyon fontosak voltak. A diákok is vegyes érzésekkel várták a ballagást, hiszen bár egy fontos korszak lezárult, szeptembertől új kihívások várják majd őket. Most ilyen kettős érzés van bennem. Egyrészt azért, mert ugye elballagok, és ez örömmel tölt el, ugyanis új kívásokkal fogok megismerkedni 2,5 hónap múlva. Másrészt pedig szomorú, mert azért az osztálytársaimmal jól összeszoktunk az idők alatt, és hát tényleg azért megkönnyezni való, hogy már el kell válnunk. A nyári szünetet követően szeptemberben a diákok már az általuk választott oktatási intézményekben kezdik majd meg középfokú tanulmányaikat.